Előbb a hatalmas fazék gulyásleves érkezett meg a hajléktalan szálló konyhájára, majd a buktát, a mézes kalácsot és a szaloncukrot is behordták a Szekszárdi Szakképzési Centrum vendéglátó szakképzőiskolájának oktatói az épületbe. Az ételek különlegessége az volt, hogy azokat a Szekszárdi iskola cukrász és szakács pedagógusai és diákjai tanórán készítették el a szálló ügyfeleinek. 50 adag gulyáslevest főztünk, 50 adag túrósbatyút, készítettünk hozzá mézes kalács figurát és szaloncukrokat is adtunk ajándékba. A jótékonysági akciót kitaláló cukrászmester szakoktató azt mondja, azzal, hogy a diákok hajléktalanoknak sütnek és főznek, nem csak a majdani szakmájukat gyakorolják, hanem érzékenyebbé is válnak. Amikor beszélgetünk arról, hogy vajon ők mit gondolnának akkor, ha hasonló helyzetbe kerülnének, akkor megérzik és rájönnek arra, hogy bizony előfordul, hogy ezek az emberek, akiket itt segítünk, ők talán az elmúlt fél évben nem ettek összesen ilyen ételt, vagy nem jutottak hozzá édességhez, és ekkor már nagyon komolyan és nagyon szeretettel segítenek és készítik együtt, akár velünk a cukrász szakoktatókkal, vagy akár a szakács szakoktatókkal együtt. A Szekszárdi Szakképzési Centrum pedagógusai és diákjai nem most először sütöttek és főztek hajléktalanoknak. Tavaly karácsony előtt ugyanígy tettek.